az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom nevében köszöntök mindenkit, és ezen alkalommal szeretnék bemutatni két jelöltet, akik Budapest dél-nyugati csücskében képviselik a magyar baloldalt. Elsősorban Linka Péter, már csak így a sorrendi szám miatt, Budapest 2-es választókerületének képviselőjelöltje az ISZOM részéről. Hát ő tulajdonképpen egy olyan problémára hívja fel a figyelmet a szociális dimenzióban, ami attól tartok, hogy Budapesten nem feltétlenül ritka, de hát pont azért akar ő is a Magyarországgyűlésbe kerülni, hogy olyan törvények szülessenek, amelyek szabályozzák azokat a kérdéseket, amelyek egyáltalán élhetővé tesznek nagyvárosi környezeteket. Parancsolja Péter, Linka Péteri a szó. Köszönöm szépen, Linka Péter vagyok. Mondhatom azt, hogy lokálpatriótaként szeretem. Nekem mindig is Kelenföld marad, bár a mai modern neve Újbuda. Gyakorlatilag a gyermekkoromtól kezdve én itt nőttem fel a kerületben. A első szocialista lakótelepen gyermekeskedtem, ez az Allende parki híres nagy lakótelep, ami azon, ami sokunk számára örökélményeket tart. Kulcsos gyerekként ott nőttem fel, utána a családalapítás után Borna visszatér, Zámori utca, utána volt egy gazdagréti pár év. Eredeti szakmám nekem cukrász, itt is nem tudok eltávolodni annyira a kerülettől, hiszen cukrász tanulóként a sportszálló, ma már flamengó szállóként nevezik, a Feneketlen tónál ott kezdtem tanonc pályafutásomat, és nagy büszkeséggel tölt el, hogy a hátunk mögött levő Gellért szállónak vezető cukrászaként is dolgozhattam. A kerülettel kapcsolatosan szeretném azt kiemelni, ami nagyon fontos, hogy a kerület megtelt. Tehát ez azt jelenti, hogy semmiféle infrastruktúrában, semmiféle háttérintézményekkel nincs felkészülve a kerület arra, hogy az egyre nagyobb túlnépesedésnek a vonzatait óvoda, iskola, orvosi rendelők nem állnak rendelkezésre. Jelenleg több mint 20 ezer lakás épül még a kerületben, akkor, amikor már kint van a megtelt tábla. Nyilván ezekhez a lakásokhoz a jogszabály úgy írja elő, hogy egy parkolóhelyet kell biztosítani, hogy azok meglegyenek, de az a tapasztalat, hogy ma már a családokban általában nem egy autó van. Illetve ez a több mint 20 ezer lakás, ez szorozzuk be lakásonként 2-3-4 emberrel. Tehát ez egy hihetetlen nagy problémát jelent. A kerületben van még egy most nagyon-nagyon felkapott és jogos probléma. A Tétényi út és az Etele út sarkán levő városközpontnak az épülete, amely jelenleg 80%-ban a főváros tulajdona, 20%-ban az önkormányzaté, és egészen véletlenül derült ez ki, hogy a főváros ezt el akarja adni. És ezt gyakorlatilag a bérlők is úgy tudták meg, hogy mindenféle ilyen sajtó megjelenésekből, hogy hoppá, mi derült ki. Tehát ők nem voltak ebben tájékoztatva, gyakorlatilag neki 2023-24-ig élő szerződésük van a fővárossal, és semmiféle tájékoztatást nem kaptak. Tegnap én találkoztam a civil szervezetekkel is, és gyakorlatilag azt kérjük, követeljük, hogy igenis a kerület és a főváros ennek az ingatlan projektnek a kapcsán igenis egyeztessen a bérlőkkel, és ne a kétszintes szolgáltatóház helyén egy 30 méter magas irodaház, vagy egy újabb lakóház épüljön, mert a lakóknak nem erre van szüksége. Köszönöm szépen! Akkor fordulunk Takács Gáborhoz, aki a 18-as választókerületnek az ISZOM részéről a képviselőjelöltje. Hát ő aztán igazán belásta magát annak a térségnek az életébe, és szintén a szociális dimenzió elsősorban a megközelíthetőség, az élhetőség tekintetében rendelkezik különböző tervekkel. Parancsolj Gábor, vezesd elő! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szeretettel üdvözlök mindenkit, Takács Gábor vagyok. 54 éves, Budapesten születtem, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje vagyok a 18-as választókerületben. A legfontosabb problémát azt igényli ez a kerület, hogy
miközben sorra gazdasági helyzetek alakulnak ki, ebben a választókerületben a megélhetés egyre nehezebb. Az a véleményem és az a tapasztalatom, hogy az ott élők egyre inkább egy lecsúszott kerületként tartják számon az önmaguk kerületét, és ebben az önkormányzatok és az önkormányzat nem veszik ki rendesen a részét. A választókerületben már körülbelül a harmadik hete folyik egy kampány, egy aláírásgyűjtés, ami azt mutatja, hogy a legnagyobb problémát a környezetben az M0-ásnak a leterheltsége mutatja, annak a déli szektora, amelyik teljes mértékben néha a közlekedést lehetetlenné teszi. Valamint a Dunának a egyre inkább elhanyagolt állapota, mondhatni, hogy az árvízvédelmi szempontok teljesen hiányoznak. A Duna ezen oldala a hárosi Dunaág, illetve a hosszú réti patak árvízvédelmi szempontból teljes mértékben hiányos. A beszélgetések folyamán, amit az utcában, illetve a tereken folytattunk, az mutatkozik, hogy a megélhetés az egyre nehezebb, a bérek egyre gyengébben mutatkoznak meg a vásárlóerőben, és a legfőbb politikai törekvésem az, hogy ebben a választókerületben szűnjön meg a szegénység, legyen mindenkinek élhető környezete, élhetően fenntartható lakása, és hosszú távon tervezhető jövője, illetve a Kádár János terv végrehajtása. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és akkor azért a bemutatkozások sorában jól lehet nem budapesti jelöltünk, de szegedi jelöltünk. Dobos Lászlót is szeretném bemutatni, aki tulajdonképpen itt most Budapesten egy picit szakmai gyakorlaton van a tekintetben, hogy miként lehet és miként kell egy nagyváros problémáihoz hozzáállni úgy, hogy annak a szociális vetületei azért mindenféleképpen érvényesüljenek, és ő is ugyanezzel a lendülettel készül a Magyarországgyűlésbe, hogy elsősorban azokat a problémákat tudjuk törvénybe, problémák megoldását tudjuk törvénybe foglalni, amelyek, ahogy Gábor is említette, a Kádár János terve egyáltalán a szociális felemelkedésnek a kérdéseit taglalják.